van egy erős társadalmi közösségi támogatottság. Az ENTA kollégium a térség magyarsága értékeinek, kulturális és szellemi állapotának felmérését tűzte ki céljául. Az entai Alakiteleki Népfőiskola 10. ilyen kollégiuma a Kárpát-medencében. Ezek a kollégiumok értéket lajstromoznak, házról házra járnak, magyar családokhoz mennek, és a Hungarikum törvény alapján gyűjtjük össze, veszük lajstromba azt a tudást, azt a teljesítmény, amelyik jellemző egy-egy település az ott élőkre. Alakiteleki Névfőiskola által szervezett kezdeményezés keretében több régióban már korábban megkezdték az értékek feltárását. Az eddigi tapasztalatok igen pozitívak. Az eddigi tapasztalatok igazából azt mutatják, hogy az emberek várnak minket, megnyílnak. Nagyon fontos, hogy magyarországi diákok is részt vesznek a kutatásban. Sokszor az a tapasztalat, hogy nekik könnyebben megnyílnak, mint a helyieknek. A munka során a kérdőíves lekérdezés és a mély interjú módszerével történik az adatgyűjtés. 31 fiatal van benne. Végzős egyetemisták, doktoranduszok, tehát szakemberek, a néprajz, szociológia, szociográfia értő emberei. Egy részét meghívásos alapon, a kemény magot, a másik része pedig pályázati úton, tehát közhírré tétetett, és aki jelentkezett, azok közül került be a másik része. Az illetékesek tervei szerint a több fázisban elvégzendő munka eredményei a következő év második felében összegző kiadvány formájában is napvilágot láthatnak majd.